oké, hogyan tudok ebből erőt kovácsolni, hogyan tudok ebből erősebb, hogyan tudok ebből több szakértelemmel, hogyan tudok ebből fejlődni ebből a pillanatból, hogyan tudok az alkalmi mélypontból többé válni. És csináltam egy listát. Nem mondom, hogy ezek könnyűek, nem mondom azt, hogy ettől teljesen elvesztik az érzelmi oldala ennek a dolognak, ettől még fájni fog, ha ilyen történik veled. Szándéka teret biztosítani a tudás megosztásra hazánk értékvezérelt szolgáltatás alapú vállalkozóinak. Üdv a reggeli kakósig a következő adásában, a mikrofon mögött Tusnádi Roland. Hölgyek, urak, ez itt a Csiga következő epizódja, és arról beszélgetünk ma, hogy hogyan kovácsolja a hátrányaidból előnyt. Ez egy izgi téma, egy túlhasznált kifejezésről beszélünk, amilyen Koelho bácsi sokszor emlegetem, ilyen koelhói magasságban van, ilyen nagyon jól hangzatos kis mondat. Próbáljuk ezt már egy picit ilyen kézzelfoghatóbbá tenni, hogy ez mit is jelent a vállalkozásunkon belül. Hogyan kovácsolj a hátrányaidból előnyt? Mondok egy pár történetet, amivel ez könnyen megérthető, hogy miért és hogyan tudtam én ezt elsajátítani, ezt a gondolkodásmódot. Nekem, aki ebben sokat segített és sokat adott, ő az az ember, akivel láthattok egy interjút például a YouTube csatornámon, Itály Polival, akit én a mesteremnek tartok, tulajdonképpen nagy ingatlan cápáról beszélünk. És Itály tanította azt nekem, hogy nem történhet velünk olyan dolog, ami rossz történés, mert minden egyes történés csak az, amit mi neki tulajdonítunk a saját fejünkben. Tehát egy történés önmagában nem lehet jó vagy rossz, a történésről csak mi dönthetjük el azáltal a sztori által, amit mi magunknak mesélünk, hogy az a történet jó, vagy nem jó. Szóval, történik veled egy rossz dolog. Például, mondjuk volt egy ilyen dolog az ügyfeleimnél, ez egy gyakori példa, hogy készítenek magunknak egy weboldalt, de még nincs idejük arra, hogy különböző social media platformjaik legyenek, és nincsen tökéletes Instagramjuk, YouTube-juk, Facebookjuk. És mondjuk, ha egy coach ügyfelem csinál magára egy weblapot, akkor az első, hogy az ügyfelem, amikor felkeresi ezt a weboldalt, ránéz, akkor utána beírja a nevét Google-be, és körül akar nézni, hogy milyen egyéb social media platformokon gyárt tartalmat, ezáltal utána járva a hitelességére. És erre azt mondtam én, hogy ez tulajdonképpen a rózsaszín elefántnak az esete. A rózsaszín elefánt az azt jelenti, hogy amikor tudunk valami kényelmetlen dolgot, amely ott van az életünkben, akkor azt mondjuk ki előre. Kicsit olyan ez, mint hogyha én bemennék hozzá egy szobába, vinnék magam egy rózsaszín elefántot, akkor addig nem tudnál rám figyelni, amíg nem mondom azt ki, hogy hát igen, hoztam magam egy rózsaszín elefántot, és nem magyaráznám el, hogy ezt miért hoztam. Mit jelent ez a weboldal esetén? A weboldal esetén ez azt jelenti, hogy előre például lekommunikálhatod a weboldalon azt, hogy figyelj, tudom, hogy most körül fogsz nézni, és keresni fogsz engem Instagramon, YouTube-on, Facebookon, de nem fogsz engem ott megtalálni, mert coachként az én feladatom az, hogy azt csináljam, ami a nevemben is benne van, a szakmámban benne van, azaz coacholjalak téged. Ezért nem a social médián töltöm az időmet, nem a social médián ütöm az időmet. A weboldalt azt elkészítettem, hogy meg tudj ismerni engem, de ezen túlmenően egy személyes beszélgetés az ára annak, hogy megismerhess engem, így fogalmazza. Ez nyilván lehet egy térítésmentes első beszélgetés, ekkor ugye az idejével fizet valaki. Jó, tehát előre lekommunikálom azt, amit ő fog tenni. Vagy például, amikor leülsz beszélgetni egy ügyféllel, és ma már, ugye mindenre lehet ezt mondani, tehát folyamatosan beszélgetek potenciális ügyfeleimmel, jellegű ügyfeleimmel, és mindenkitől visszajön az, hogy Dunát lehet rekeszteni coachokból, Dunát lehet rekeszteni marketingesekből, ma már minden második ember valamilyen tanácsadó, valamilyen szakértő, és ez így is van. És ez így is lesz. A világunk rendeződik át, változnak azok a munkafolyamatok, amik régen voltak. És nem felelően azért ugrik át mindenki erre a pályára, hogy így fogalmazzak, mert ez annyira könnyű lenne, ha valaki vállalkozóként élő tudja, hogy ez nem ez könnyű pálya. Azért jönnek át erre az emberek, mert szeretnék követni a szenvedélyüket, szeretnék követni a hívásukat, ami bennük van, és ez egy normális dolog. Mindenhonnan a csapból is az folyik, hogy kövesd a szenvedélyed, kövesd a hívásod, és építs egy olyan vállalkozást, amiben jól is érzed magad. Szóval éppen ezért ez egy természetes folyamat, hogy nagyon sokan próbálkoznak a coachinggal, sokan ki is hullanak, nagyon sokan próbálkoznak a személyedzéssel, sokan ki is hullanak, nagyon sokan próbálkoznak marketinggel, és minden egyéb területtel, lakberendező, pénzügyi tanácsadó, bármit mondhatnék most, ami szolgáltatás alapú biznisz, sokan próbálkoznak vele. Na de ha ezt tudjuk, akkor ezt nem kell béka alá rejteni. Rózsaszín elefánt, amikor találkozol valakivel, mondd ki, hogy igen, és Dunát lehet rekeszteni a coachokból, és mondd azt el, hogy éppen ezért tartotta ezt az első beszélgetést, ahol ő egyértelműen meg tudja ismerni azt, hogy te milyen ember vagy, milyen érzés veled leülni, beszélgetni, milyen a te szaktudásod, milyen vagy te, tehát lehet egyszerűen egy személyes vibe, amit ő megismer rólad. Na hát ezért tesszük
de ezt nyugodtan nem kell véka alá rejteni, nem kell ezt a kellemetlen érzetet bent hagyni, tulajdonképpen emlékezz a rózsaszín elefántra. Nekem az egyik legfőbb ilyen pillanatom akkor volt, volt több ilyen a karrierem során, amikor esetlegesen olyan dolgok értek, amiknek hát annyira nem örült, amikor ez megtörtént. Emlékszem, hogy 2019 elején, amikor elkészült a weboldalam, akkor rá nem sokkal valaki egy az egybe lemásolt azt a weboldalt, amiért én hát nagyjából egy olyan 700-800 forint környékén fizettem, ez valaki szinte egy az egyben lemásolta. De tényleg a szövegek nagyon hasonlóak voltak, az egész nagyon hasonló volt. Ilyenkor két választásod van. Az egyik az az, hogy őt hát megkéred, akár jogi úton, akár pedig magánszemélyként, hogy azért ezen mégis változtasson, mert ez annyira nem korrekt, ez az egyik út. Én ezt nem szerettem volna megtenni, engem az annyira nem érdekelt. Én inkább annyit tettem, hogy megnéztem, elgondolkodtam azon, hogy ezen az eseményen, ami elsőre felidegesít, hogy valaki lelopta a teljes weboldalamat, ebből az eseményből, az elsőre hátránynak tűnő eseményből hogyan tudok előnyt kovácsolni. És ezen gondolkodtam el. És ahogy elgondolkodtam, emlékszem rá a pillanatra a kanapémon, hogy rájöttem, hogy basszus, tök jó, hogy lelopta az oldalamat, mert most így legalább meg tudom nézni objektív szemmel azt kívülről az ő weboldalán, hogy miért nem tűnik nekem hitelesnek. Nekem is sokszor nagy kihívást jelent az, hogy a hitelességemet tudjam prezentálni egy weboldalon keresztül, mert az emberek önkéntően felszik magnak azt a kérdést, hogy ki a franc ez, miért hívja ő magát szakértőnek, kikkel dolgozott együtt nekik, milyen eredményeket prezentált, és ez egy pici ország, szóval meg kell próbálni jól prezentálni azt, hogy miért vagyunk mi szakértők. Ezt önmagunknál néha azért nehéz látni önmagunkat, azt gondolom, hogy nehéz saját magunknak tükröt tartani. Viszont egy másik ember, aki lelopta az én weboldalamat, és kvázi egy az egyben megpróbált lemásolni, megnéztem azzal a szemmel az ő oldalát, hogy miért nem hiteles, és írtam egy 19 pontból álló listát, ami szintén egy jelenőző listát írtam magamnak, ami 19 pontból állt, hogy miért nem hiteles az ő weboldala. Fogtam, és ezt a listát használtam fel saját következő weboldalamnál. Tehát amikor én frissítettem az én weboldalamon, akkor azt a listát használtam, amit a Tolavajnak a weboldaláról néztem meg, és innentől fogva ezt az eseményt, ami történt velem, aminek először egy negatív jelentést adott az elmém, és azt mondta, hogy Jézus a Gyuriságnak, vége van mindennek, de 800.000 forintot fizetett. Ez történt velem, utána azt tudtam mondani, hogy oké, hogyan tudok ebből erőnyt kovácsolni, hogyan tudok ebből erősebb, hogyan tudok ebből több szakértelemmel, hogyan tudok ebből fejlődni ebből a pillanatból, hogyan tudok az alkalmi mélypontból többé válni. És csináltam egy listát. Nem mondom, hogy ezek könnyűek, nem mondom azt, hogy ettől teljesen elvesztik az érzelmi oldala ennek a dolognak, ettől még fájni fog, ha ilyen történik veled, fájni fog, ha megtámadnak, fájni fog, ha igazságtalanságért, fájni fog, ha ne adj Isten, lopnak tőled, ha átvernek téged. Ezek a dolgok ugyanúgy fájnak az életbe, viszont fontos leülni, és a síráson túl, az áldozat szerepen túl megállni, és elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetsz fejlődésorientált, hogyan gondolkodhatsz vállalkozóként ebből a helyzetből, és hogyan mondhatod azt, hogy ez a helyzet innentől fogva egy tapasztalatoddá válik, mert biztos, hogy neked is voltak például ebben a történetben pontok, amelyek mellett elmentél, amelyek miatt ez kialakulhatott, és legközelebb ezt nem használod. Na, ilyen formában a hátrányból előnyt lehet kovácsolni. Ahogy ma megbeszéltük, akár a rózsaszín elefánt által, akár pedig egyszerűen azáltal, hogy az elsőre negatívnak tűnő eseményeket egy picit hátrébb lépsz, egy picit tulajdonképpen hát nem kötődsz hozzá érzelmileg annyira, ránézel hideg fejjel, ránézel egy picit objektívebben, és elgondolkozol azon, hogy tényleg legközelebb ezt hogyan tudod elkerülni, hogyan tudja segíteni a te vállalkozásodnak az épülését. A következő adásban arról fogok beszélni, hogy hogyan emelhetem meg az áraimat, mit mondjak az ügyfelemnek, hogy miért fizessen ő 50-70-80%-kal többet egy szolgáltatásért, erről fogunk beszélni. Ha még nem vagy az e-mail világomnak a tagja, ha még nem vagy feliratkozva az e-mailjeimre, akkor kérlek, hogy itt a linkre, a videó alatt kattints rá, és nézd meg azt, hogy milyen e-maileket küldök neked, nézd meg azt, hogy milyen gondolataim, milyen filozofálgatásaim, milyen egyéb bónuszokat tudok neked adni az e-mailek által, és hogyha nem tetszik, akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy leiratkozz előre az e-mail listáról, viszont szándékozom olyan értéket létrehozni az e-mailek által is az életedben, amelyek által azt mondod, hogy igenis megéri neked ennek az e-mail listának a tagjának lenni hosszú távon is. Találkozunk a következő csigában, ahol az áremelésről lesz szó.